Halli papi, mami, itt vagyunk a Sanyó utcánál, vagyunk, nem tudom hányan vagyok, egyedül vagyok, a királytöbbet, sziasztok! Igen. És hát a kávéból kifolyólag egy nagyon nagy különlegességet fog most bemutatni nekünk Sanyó utca, illetve hát meg fogjuk kóstolni ketten. Ugye volt szó a koffeinmentes kávéről, és belefutottam egy ilyen, hát mutasd már meg, pont olyan van neked is, egy van, ilyen folytalanban. Így van. Mert most már mondhatom, hogy az, mert iszom azóta. Így van, tehát van az Omniának ez a... Milyennek ez az Evening nevezetű... Hát Dauegbers Omnia, igen, nem tudom, Evening. Mindegy, ez az egy koffeinmentes. Ez az egy koffeinmentes van, azt kell tudni róla, ez egy kevert kávé, tehát Robusta meg a... Robusta meg a, nem tudom, tehát van ez az arábika benne valamennyi? Szerintem nincsen. Nem, mindegy, ez 100% Robusta. Az a lényeg, hogy ez a 250 grammos, ez körülbelül 800 vagy 900 forint körül. Én azt hiszem 860 forintért vettem. Én is ilyesmiért vettem. Na most ez az ilyen belépő szintű koffeinmentes kávé. Na most van egy kávé különlegesség, ez egy kávé. Annyit még erről hagyd mondjak el, aki nem látta a videót, hogy egy kicsit ilyen ez a karamellás ízére, tehát engem arra a menzás, nagyon régi gyerek ízére emlékeztetett, ami kis lötyi azt volt. Azt hittem a baci kávére, nem, az is van. Igen. Nem, igen. Az borzasztó. Ez... Szabolj már bele! Hát ez... Ez szagoltál már bele? Utasd, hogy... Ez a tipikus ilyen porcukorszagú, nem tudom. Nem, akkor miénk az megromlott. Nem, én olyan büdöset éreztem akkor, hogy... Hát igen, mert nem, ez a teljes por, persze ez igen, egy gyerek. Ez, de ez nem is látott kávé, tehát ez nem cikória, vagy nem tudom, miből igen, van. Úgyhogy ez nem kávé, ez egy ilyen cukros löty. Na, de hát akkor térjünk rá itt a különlegességre, és akkor erről mondjál egy pár szót, hogy akkor miről is van szó, amit most meg fogunk kóstolni. Igen. Nagyon várom egyébként. Így van, ez egy olyan szemes kávé, ami koffeinmentes, és hát annyit kell tudni róla, hogy kolumbiai kávé és francia pörkölésű. Mi az, hogy francia pörkölésű? Annyit kell tudni róla, hogy van az olasz pörkölés és a francia pörkölésű. Az olasz pörkölésű az egy sokkal intenzívebb, sötét színű szemekből álló pörkölési folyamat, még ez a francia pörkölés, igen, egy kis light-os. Ez ilyen picit... Nem tudom, mennyire fog látszani, de higgyétek el. Ez egy ilyen picit light-osabb, világosabb szemekből igen. Van. Na most ez... Ezesen ilyen kis barnás, nagyon, van. Nagyon szép színe van. És mivel ez koffeinmentes, annyit kell tudni erről, hogy állítólag előtte még nyers formátumban ezt áztatják. Itt van egy ilyen kis címke rajta, itt nem tudom mennyire lehet látni a videóba. Azt írják, hogy kolumbiai kávéból készült koffeinmentes kávé, enyhén dió ízű, csodálatos zamat, intenzív aroma. Hát ez szokásos bullshit, amit szerintem mindegyikre ráírnak, és külön kiemelik, hogy francia pörkölésű. Na most én podival megszagoltattam. Még egyszer ez illata az. Hát gyerekek, zseniális. És brutál. Annyira nagyon finom, igazi, ilyen prémium kávé illata van. Tehát nincs meg benne ez, mint mondjuk a Omniánál ez a, mert hogy koffeinmentesen nagyon picit más. Brutálisan, nagyon... Ez a nem ez a kaparó, ez a nagyon intenzív, hanem ez a nagyon light-os, nagyon-nagyon kellemes, így finom van. Illat. Na most ez egy hagyományos, koffeines, szemes igen, kávé. Ez a hagyományos igen. Illat, nem annyira intenzív. Nem. Ez mondjuk körülbelül 3 hete vagy 4 hete van kibontva. Az igazság, hogy kibontás után sajnos egyre jobban veszik el neki az illat, meg az aromája. Hiába van visszacsomagolva, egy visszacsiptetve. Valószínű, hogy ez a prémium minőségű kávé is egy idő után elveszti ezt a illat, csodálatos illatát. Nem tudom, hogy az íze az milyen lesz. Nagyon remélem egyébként, hogy nagyon finom és ízleni fog nekünk. Még egy dolog, hát mivel prémium kategóriás... Igen, most jön a fekete leves. Így van. Na mindenek megvan az ára. 4 kilója az 3040 forintba került. Tehát, igen, tehát 250 gram került. Így van. Tehát ez a 250 gram, ez 3000... Igen, tehát kilója... Hát kilója 12000 forint. Tehát még itt van egy másik, azért, ami a fél kilós talán 1200 forint. Mondták, hogy
csináljanak-e belőle kávét, mondta, hogy nem, majd én azt megcsinálom. Persze. Tehát ezt ilyenkor megszagoltatták, kiterítették ott nekem, tehát azért is ez a prémium minőség, azért az prémium. Na most ezt egy hagyományos... Ne csorgassuk a nyálukat. Így van, hagyományos kávé őrlővel meg fogjuk őrölni, és én az igazság, hogy nem szeretem nagyon finomra, csak egy ilyen közepesre szoktam darálni. Most ezt. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, iszonyatosan, mert annyira nagyon finom illata van. Na hát így még brutálisabban kijön. Na de kellemes, ilyen... És tudod, amikor majd kóstoljuk, akkor na, meg ki kell köpni, tudod? Persze, nem ebből már azért valamit be lehet vonni. Így van. Nagyon picit nekem ilyen mandulás utóérzés van bennem. Nagyon-nagyon kellemes, nagyon finom, nagyon-nagyon jó illata van. Na, főzzünk egyet, és akkor így van. Visszatérünk, akkor ma maga a kóstolás, ezt eleget beszéltünk. Erről kotyogósban fogjuk egyet. Így van, tökre hagyományos módon. Úgy, az az igazi, ezt nem lehet elrontani. Gyerekek, a szívroham jött ránk az előbb, Sanyi kiborította ezt az olcsó kávét ide. Az olcsó kávét ide. Ezt egy basszus szemenként vissza kell szedni. Szerencső, hogy takarítva volt. Szeme 20 forint, ne csináljátok szemenként. 25-30 forint egy szem. Melyik az, amelyik olyan kávé, amit igen, tehát ne kiszarik és tudod meg... De a macska, vagy macska szarja ki, igen. Az is az, mint lejött a kávé. Nagyon szép színe van. Nekem az illata is. Igen, nem találták fel még az illatos videót. Igen. Soha egyszer akartam egy vlogba beszélni, hogy mindent el lehet már tárolni az életbe, csak az illatokat nem. Tök fúj, nem? Igen. Na most akkor keresek egy orlót, és akkor felöntjük tejjel. Mert én úgy tudom, hogy poditer tejet szépen. Így van. Lazán rá ölteni. De a mennyiséget nem tudom, úgyhogy az ügyben majd szóljál. Háromnegyedikben mehet bőven vele. Hogyne? Ne viccelj. Hogy közben oda kibaszta egy kis tőt. Marha ügyes vagyok. Ez valódi. Nem növényi alapú. Én csak ezt szoktam. Egyébként mielőtt elkezdenétek irigykedni, el kell, hogy mondjam, hogy ezután jön a nagy sörteszt. Tehát ez akkor történt ez. De ez külön videóban lesz. Így van. Úgyhogy. Jó, köszönöm. Fahéjat tehetek rá. Ó, hogy nem, mert igazán hát, köszönjük. Hogy... Jó, hát megadjuk a módját neki. Igen, tehát most mindenki utáljon minket, tudod? Igen. Ugye azért megnézem, hogy ez fahéje. Igen, az. Ha megborsozod. Borsozod. Köszönöm. Ú, de jól néz ki, gyerekek. Na hát most mondja valaki azt, hogy nem érdemes itt kávézni, meg nem érdemes így ilyen ilyet kipróbálni. Jó, hát most ez persze már nem egy olyan kávé kategória, ami bárki lerohan, aztán vesz egyet. Sőt, hát ugye hol lehetett ezt kapni egyébként? Hogy volt az? Itt a lehető. Igen, tehát ez egy valami ilyen házi termelés, mert ugye valami import... Így van. Tehát van egy ilyen kávéház nevezetű... ilyen bolt itt a piacon, és akkor ott lehet... Aha, és akkor ő az, aki... Hát igen. Hozza be ezeket valószínűleg, nagyon frankó. Fancy Café. Aha. Na, hát menjünk, kóstoljuk. Így van, te cukrot nem teszel bele, igaz? Nem, köszönöm. Jó. Na nézzük ezt a profi kávét, amiről már annyit beszéltünk, picit bekavarok az aljára. Hú, olyan, mint a sok tejet tettünk volna bele, nem? Nem, ilyen a koffeinmentes. Hú, nekem nagyon furcsa. Ez nagyon furcsa. Olyan, mint hogyha nem tettél volna bele. Olyan, nagyon, mint... De a másik is ilyen nem ért el. A másikkal ugyanez volt egyébként, hogy egyszerűen kétszer vagy háromszor annak bele kell tenni, hogy érezd a kávéit. Hát én tudtam volna akkor én, pedig ez egy 4 személyes kávéfőző, ja. Amivel csináltam, és úgy feleztük el. Tehát elméletileg 2 személynyi kávé egység, vagy hogy mondják, ez benne van. Iszonyatosan finom az íz, viszont egyszerűen annyira gyengék ilyenkor ezek a kávék, hogy aki szokott kávézni, annak egyszerűen bármilyen finom lehet, úgy érzi ezt is. Az igazság, hogy ebből hettónyit lehet beinni, mert ilyen kis... Rettenet, nincsen semmilyen ereje. Igen. Valószínűleg ugyanolyan, mint egy alkoholmentes van, meg hogy megyünk fel az alkohol, hogy már olyan erős, hogy alig bírod inni, és hogy... Amúgy
így, hogy tettem most bele fahéjat, én nagyon elviszi a fahéj, nem? Az ízé. Picit igen, de én azért is most piszkálom arrébb, hogy minden leszem róla. Most azért ittam így rá én is. Szóval lehet, hogy nap végén csinálunk egy olyan kávét, amit így natúr lefőzünk ugyanebből, és akkor megkóstoljuk. Egyébként az ízete... Nincs semmilyen mellékíze, semmi. Ezt a savanykás ízt nem érzem alatta, ami mondjuk a... melyiknél ez a robusta, vagy meg? Amiben mindent beledarálnak, minden annak a cselsav tartalma is jóval magasabb, és azért van az, hogy ilyen savanyú ízt érez utána az ember. Ez a tipikus olyan rossz kávét tudok elképzelni ilyen robusztából, amit így az ember megvesz az ilyen benzinkútra kiállított nagyon olcsó automatából, és az embernek savanyú lesz a száj. Ezek a family, meg ezek a nem tudom, ezek a kávék ugye, amilyen 300-400 forint, és tényleg ennyit nem ér az egész. Egyébként olyan íze van most, hogy iszom, mint egy ilyen nagyon-nagyon könnyű cappuccinónak, tehát nem is a kávé, hanem az a cappuccino felhabosított cappuccinónak, igen, valami látte lenne inkább, és teljesen olyan érzésem van, hogyha egy ilyen láttét innék, ebben még el tudom képzelni egy kis ilyen mogyoró szirupot nyomnánk, vagy valami, tehát ez igazából a koffeinmentes kávézás is szerintem egy tök más világ. Igen, teljesen más világ, nem is lehet igazából összehasonlítani a kettőt. Tehát ez majdnem most egy picit úgy érzem, mintha ez egy desszert lenne, nem? Igen. Tehát főleg én, hogy így meg is jól mondod, cukroztam, vagy hát nem cukor, hanem más utánérzés, tehát hogy teljesen más. Igen. Tehát ettől az ember nem fog pörögni. Az biztos. De ez tényleg arra jó, hogy helyettesítse mondjuk a mozdulatot, vagy ezt a berögződést, nem? Hogy az ember már nem akarja a hatodik kávéját meginni, mert este 10 van, akkor inkább egy ilyet iszik. Meg más tehát. Az úgy indítja a napot is, nem? Egy picit így... Igen. De ne értsétek félre, ez nem úgy indítja a napot, hogy belököd a fekete kávédat egy cigi mellette, és telepaszott cukorra. Én ettől vagyok rossz, mert a cigi kávé, és akkor így a dacot iszta, mert teljesen mindegy, föl kell ébrednöm. Tehát, hogy ez nem. Ez egy feeling, egy nagyon finom, igényes kávé. Van, de tényleg ezt jól fogalmaztad, igazából ez egy desszert. Tehát kávénak nem mondható. Akkor lenne kávé, hogyha szerintem azt az egészet magadnak benyomtad volna most, akkor tudom elképzelni azt a... Tehát ahhoz le kellett volna darálni a fézacskot, tudod? Na, biztos. Tehát itt igen, ez lett a probléma, ugye, hogy pont az erejét szűrik ki belőle, hiszen ha belegondolunk, hogy máshogy nem nagyon lehet megoldani ezt a dolgot, csak valamit ki kell. Így van, és nincs benne semmilyen mellékíz. Én nagyon féltem, hogy lesz, de hát mondjuk azért reménykedtem benne, hogy a 3000 forintos kávéból nem fogok semmilyen mellékízt kiérezni. Nekem nagyon ízlett. Egyébként nagyon finom volt. Nagyon finom, de többet kell beletenni ennyi. De hát ott meg megint azért az a hátul, hogy ez ilyen kávéból azért többet beletenni, hogy hamar elmegy azért. Hát így, vagy nem szabad annyi tejet. Annyi tejet nem szabad. Igen, mert az egy picit igen, inkább ez lehet, hogy ilyen kis, ilyen nagyon sötétre kell hagyni. Igen. Felennyi tej. Ja, ez az presszó kávét csinálni belőle, hogy maximum egy nyalat tejszín vagy valami. Igen, és szerintem annak lesz akkor olyan íze, mint igen. Úgyhogy rendes kávéból lett volna, hogy ennyi tejjel, ez egy tökéletes ilyen nagyon... Amúgy nagyon finom, tehát én ebből meg tudnék inni egy litert, vagy nem tudom, ezt a nagyon nagy pohárral. Csak hát... Kakaós ízés. Igen. Nagyon finom. Finom volt. Igen, jó volt. Na, akkor ennyit. Erről aztán mi meg megyünk, mert még van egy csomó dolgunk, például söröznünk el egész nap. Be kell hűteni a sört, igen, úgyhogy képzeljétek, az akkora meló.